A nyírbátori asztalitenisz életet az elmúlt években Majoros Bence neve fémjelezte. A korosztályos válogatott 21-es Európa-bajnoki ezüstérmes, ma már felnőtt válogatott versenyző fejlődése érdekében az Egyesület éveken keresztül vállalta az extraligával járó terheket. Ma az NB1-ben szerepel a nyírbátori ASE, amelyet új elnök irányít. A csapatot korábban játékosként, majd vezetőként szolgáló Szarka György érkezésével nem változik az irányvonal, továbbra is az eddigi két legfontosabb tennivaló szerepel az első két helyen. Egyrészt összeszedni azt az anyagi hátteret, ami ahhoz szükséges, hogy fönt maradjunk és működni tudjunk, másrészt pedig összetenni a technikai részét ennek a dolognak. Alapvetően a célokat is együtt határozzuk meg, tehát nem nekem lesznek céljaim, hanem az egész csapatnak, az egész egyesületnek, amit való igaz, hogy Csekő Sanyi meg én formálunk. Az idei év és a jövő évek céljai az továbbra sem lehet más, mint amit Csekő Sanyi elkezdett ebbe a városba, ebbe az egyesületbe kiépíteni, hogy a utánpótlás magyar élvonalbeli szintre emelte, és a mi célunk az, hogy ezt itt is tartsuk, illetve talán most már a Majoros Bence révén és az egyre jobb eredményeket elérő fiatalok révén a Molnár Dönci, a Tölgyes Dorottya és még egy-két további fiatal játékos révén a magyar élvonalat is meghaladó európai szintű játékosokat képezzünk. Ahhoz, hogy a játékosok fejlődése töretlen legyen, minőségi edzőkre és edzőpartnerekre van szükség. Rozsnyói Tibor és Fekete Soma alkalmazását a korábbi évek munkája elismeréseként kapott szövetségi támogatást tette lehetővé. A technikai hátteret nekünk nagyon nehéz megteremteni, mivel nagyon Budapest központú ez az egész sport. De az utóbbi időben a Magyar Asztalitenisz Szövetség is megpróbált egy kicsit kilépni ebből a Budapest centrikusságból, éppen ezért létrehozta az edzésközpontokat. A Kelet-Magyarországon 3 edzésközpont van. Az egyik edzésközponti címet azt pont Nyírbátor nyerte el a tavalyi évben. Ennek megfelelően anyagi támogatást is kapunk. Ezzel teljesen egyértelműen azt tudjuk szolgálni, hogy más városokból nagyon nagy tapasztalattal rendelkező edzőket és játékos edzőket hozzunk annak érdekében, hogy a nálunk, illetve a környéken lévő játékosoknak is rendkívül jó lehetőséget biztosítsunk. A nyírbátori férfi csapat jelenleg a bennmaradás jelentő 7. helyen áll az NB1 keleti csoportjában. Tölgyes Dorottya az elmúlt héten egy szlovákiai tornánál asztalhoz, Molnár Dávid pedig ezen a héten egy olasz versenyen képviseli a magyar színeket.